érzelmi inkontinencia. Mit jelent az, hogy érzelmi inkontinencia? Az érzelmi inkontinencia fogalma alatt az érzelmek azonnali kiengedését értjük, vagyis hogy nem működik az a belső zár, az a szelep, ami egy kicsit visszatartaná az érzéseket, ami megmunkálhatóvá tenné, hanem úgy érezzük, hogy ezeket az érzéseket most és rögtön is azonnal meg kell osszuk valakivel, illetve általában több személlyel. Miért alakul ki az érzelmi inkontinencia? Amikor megélünk egy belső feszült érzést, akkor valóban van egy olyan szükségletünk, hogy ettől meg szeretnénk szabadulni. Van egy ilyen nyomás rajtunk, hogy a kellemes, a jó érzésekkel, azokkal könnyen együtt tudunk lenni, viszont a negatívaktól meg akarnánk szabadulni, egy feszültségmentesebb életet szeretnénk, hát ez a fogyasztói társadalomnak is egyféleképpen a mellékhatása. Viszont abban az értelemben, hogyha én ezeket egyből kiengedem, akkor pontosan a lényege tűnik el ennek az egész folyamatnak, hogy abban a helyzetben, hogyha megmunkálom, hogyha egy kicsit átgondolom, hogyha valahogy teret adok ezeknek az érzéseknek, akkor ezek egy más formában kerülnek kifejezésre. Miként nyilvánulhat ez meg a média világában? Hogyha belegondolunk, akkor a nagyszüleink, a dédszüleink akár heteket, hónapokat vártak, ameddig bizonyos érzéseket meg tudtak osztani egymásra, mondjuk leírták levélbe, vagy talán elmentek a telefonközpontba, és akkor felhívták valamilyen ismerősüket, vagy akár egy táviratot írtak. A szüleink is még annak idején akár ilyen telefonfülkét keresve tudták megosztani ezeket az érzéseket, viszont manapság, hogyha a média világát nézzük, akkor elég kinyitni egy-két csetablakot, egy-két applikációt, és már is folynak belőlünk ki ezek az érzések, viszont ugye ezzel pontosan ezt a szelepet tartjuk állandóan nyitva, mivel hogy nyitva van a kommunikációs csatorna, és nem marad bent ez az érzés, és ahogy ugye említettem, nem válik ez az egész megmunkálhatóvá. Mik a veszélyei az akaratlan érzelmi kitöréseknek? Az akaratlan érzelmi kitörésnek az egyik része az, hogy ez a tér, ez a belső tér, amiben dolgozunk ezekkel az érzésekkel, az lényegében eltűnik. Tehát, hogy megjelenik az érzés, és feldolgozás nélkül kimegy. A második nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy vannak primitívebb feldolgozó mechanizmusaink, és csak ezen a szűrőn megy át ez a tartalom, viszont ahhoz, hogy ez az egész megmunkálhatóvá váljon, valahogy konténolni kell, valahogy tartani kellene ezt az egészet, addig a pontig, ameddig valahogy ez a racionális elemzés is képbe jönne, ahogy akár az önértékelésünk, önbecsülésünkhöz, a saját potenciálunkhoz tudnánk kötni ezeknek az érzéseknek a megmunkálását. Hogyan hat ez a környezetünkre? A környezetre való hatás elsősorban ez az áttolás. Van bennem egy feszültség, nem bírom ezt a feszültséget, és ráteszem, kiteszem valaki másra, és ő éli meg helyettem ezeket az érzéseket. Nagyon nagy érzelmi feszültség keletkezik a másik személyben, hiszen őt felhasználom arra, hogy valahogy ezt a belső tartályt számomra kívülről biztosítsa, és nagyon érdekes, hogy általában az ilyen emberektől, akik állandóan ezeket a negatív érzéseket kiszelepeltetik, egy idő után menekülünk, hiszen tudjuk, hogy ez érzelmileg megterhelő a saját számunkra, és hogy mi kell elvégezzük lényegében helyette ezt a belső munkát. Miként stabilizálhatjuk ezt? Annak érdekében, hogy ezt az egész folyamatot tudjuk stabilizálni, lényegében az érzelmi intelligencia fejlesztése szükséges. Egyféleképpen ez az impulzivitás kontroll, a frusztráció tolerancia, tehát hogy valahogy megtanuljunk együtt lenni, megélni ezeket az érzéseket, a szomorúságunkat, a dühünket, a csalódottságunkat, a frusztráltságunkat, és valahogy megnézzük, hogy ebben az egész történetben mi a mi részünk, hiszen bármi, ami történik az életünkben, abban van egy 50-50%-os felelősség. És nem csak velünk úgy általában megtörténnek ezek a dolgok, hanem mi is hozzátesszük a saját részünket, és hogyha ezt egy kicsit elemezni tudjuk, egy kicsit együtt tudunk ülni ezzel az egész történettel, akkor ez egy nagyon szép fejlődési lehetőség is lesz hosszú távon.